Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2024. április 19. napján ez a kávé süti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság ma a bitcoin piacokon. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dűnyögései. Ehhez a naphoz is elérkeztünk. A bitcoin felezésnek a napja van, amikor elérkezik a 840 ezredik blokk, akkor a bányászoknak a rewardja feleződni fog, ezzel feleződik a bitcoinnak a hálózati kibocsátása, így működik ez a deflációs eszköz, és valójában a világnak nem kellene ennél sokkal bonyolultabbnak lennie, itt van 7 sor kód. Ebben minden benne van, egy decentralizált, mindenkitől független, 2008 óta egyszerűen csak működő rendszer, ahol pontosan tudjuk, hogy mi fog történni. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon boldog világ lenne, hogyha sokkal több minden ennyire szépen és kiszámíthatóan működne. Nyilvánvalóan lesznek, akik ezt ma a perces csárton próbálják majd lekereskedni, ezt az egyébként kiszámítható és blokkra meghatározható időpontban bekövetkező eseményt. Nekik ehhez sok sikert kívánok magunknak, hosszú távú bitcoin hodlereknek, pedig még sok-sok ilyen halvingot, egyre kisebb bitcoin kibocsátást, és ezzel összefüggően fundamentálisan és makroviszonylatban egyre magasabb és magasabb fiat értékeltségeket. There's no intrinsic value to this asset. You know, what's Bitcoin at? 16,000? It has another 17,000 to go down. There's no intrinsic value to this product. Na de nézzük a grafikonokat. Hát a hetes időságunk, itt szoktunk ugye kezdeni, hetes, három napos és napos idősávon nézem a bitcoinnak a grafikonját, és itt terelek 3-3-3 lehetséges hitettség méretet a konszenzió kereskedési rendszer szabályai szerint. Hát a hetes idősávon az a helyzet, hogy ma van a hét utolsó kereskedési napja, hát átmegyek a CMR csártra, akkor ugye ez ma fog zárni. Itt is lehet látni, hogy a CMR csárton is ott van, a két rövid mozgó átlagnak, a medvés keresztezése. Ugyanezt látjuk a konybéznek a grafikonján és a Konybész spot piacon. Az eresi alapvetően trenden lefelé a csárták momentum oszcillátor is kép készül nekünk adni egy piros gombócot. Én azt hiszem, hogy nem ment meg minket, most már szinte semmi attól ezen a héten valami csodán kívül, hogy ezt a 3 per 3 as kitettséget, ezt 2 x 3 ra kell, hogy módosítsam. Trendszerkezetet nézve, ugyanis ez itt már csak egy long 2-es trendszerkezet, a 7 periódusos mozgóátlagunk 67.600 dollárnál van, és a három periódusos mozgó valahogy e fölé vissza kellene térni ahhoz, hogy visszakapjuk a long 3-as kitettséget, úgyhogy ez a táblácska, ez hamaros, hamarosan erről az 5 per 9-es kitettségről 4 per 9-re kell majd, hogy módosuljon. Azután, hogy itt a hetes idősávon is elveszek egy pozíció méretet a teljes kitettségből. napos Bitcoin grafikon először, amit itt mindenféleképpen látunk, az az, hogy a bitcoin az befejezett egy Min reversion-t, vagyis a magas mozgó átlaghoz történő visszatérést. Ilyet legutóbb itt láttunk 2024 januárjában, amikor a magas mozgóhoz visszakorrigált a bitcoin, és onnan szépen el tudott pattanni, irányba rendezte a mozgókat, és kaptunk egy gyönyörű szép mozgást felfelé. Itt jelenleg ez most nekem egy stabil long kettes trend különösebb teendő ezzel nincsen, azért ez még messze van attól, hogy zárni kelljen a pozíciónkat, ugyanakkor attól is messze van, hogy vissza kelljen emelnünk a 3 per 3 as kitettségbe. Látjátok, hogy az eresi trendel lefelé, a csárpák momentum oszcillátor is trendel lefelé. Alapvetően itt a három napos idősávon én ebben a 2 per 3 as kitettségben most teljesen kényelmesen érzem magamat. Egynapos bitcoin grafikon, hát ez ez pedig gyakorlatilag itt ö, ö, sok mindent mondani nem érdemes, a napnál is egyértelműbb a helyzet, a három mozgóátlag egy egyértelmű short hármas rendszerkezetben van, ez azt jelenti, hogy ezen az idősávon pozíciót én nem tartok fenn, és a forgalmi szintekből is látszik, itt van a mínünk, azaz a magas mozgóátlagunk ilyen 67.400 dollár magasságában, és itt vannak, ilyen hátrahagyott forgalmi lábnyomszintek is, úgyhogy ez az a szürke zóna, ameddig, hogyha visszakorrigál a bitcoin, az egyelőre egy medvés mean reversion, ami egy deviációt követően simán benne van egy ilyen mozgásban, és akkor, hogyha ide visszakorrigáltunk, akkor kezdődik majd a gondolkozás, ha ezt a szintet fel tudja kereskedni, át tudja kereskedni a bitcoin, és fölötte tud maradni, támaszba tudja fordítani, akkor lehet gondolkozni azon, hogy a napos idősávod ismét pozíciós kitettséget vállaljak. Egyébként ezen a short hármas rendszerkezeten a konszenzió kereskedési rendszerben pozíciónk nincsen, az eresi trendel lefelé a csárpánk momentum oszcillátor medvés területen van. Az egyetlen egy pozitívum ezen a grafikonon az az, hogy a Binance Perp piacok, azok folyamatosan diszkontban vannak a Coinbase spot piachoz képest, ami az én számomra azt jelenti, hogy a áttételes kereskedők, azok inkább short pozícióban vannak, ezt pedig szeretem, mert a short pozícióknak a likvidálásán mindig épülhet fölfelé egy szép mozgás. Hogyha lemegyünk 4 órás swing idősávra, akkor azt lehet látni, hogy itt volt egy befejezett medvés, ilyen mean reversionünk vissza a magas mozgó átlaghoz, és onnan fordult le éjszaka az árfolyam ebben a gyertyában. Még itt a négy óráson is azt lehet látni, hogy jelenleg nem ad nekünk pozíciót, jól látható, hogy egyszerűen nem tudja ezt a 4 órás, 30 periódusos mint átkereskedni az árfolyam. Itt hagytunk egy forgalmi lábnyomot 63.600 dollárnál, ez lesz az érdekes, hogyha ide visszatér az árfolyam, és ezt le tudja győzni, fölötte tud elkezdeni kereskedni, akkor a négy óráson fordulhat a trend, ami azt jelentheti, hogy a naposon lesz esélyünk erre a bejelölt szürke dobozra, ennek a megtámadására. Jelenleg a négy órás is azt mutatja, hogy alapvetően egy medvéstrendben trendben van a bitcoin. Az RSI az emelkedik ugyan, de az 50-es szinten nem tud fölülkerekedni. Ugye szoktam mondani, amikor pikás trend van, hogy az rsi felülről az 50-es tesztje a szép trendfordító jelzés tud lenni. Hát lefele is ugyanez a helyzet, hogyha lefele megy az árfolyam, és az eresít alulról teszteli ezt az RSI 50-et, és onnan lepattam, az általában trendfordító jelzés szokott lenni, sőt, itt még hogyha ezt a csúcsot és ezt a csúcsot nézem, valamint ezt a csúcsot az RSI-ben és ezt a csúcsot csárták momentum oszcillátor is mutatja, ez bizony egy Medvés fordított divergencia. Hogyha ránézünk a piacnak a forgalmi struktúrájára, akkor azt látjuk egyébként, hogy még mindig ez az oldalazó forgalmi szerkezet határozza meg a bitcoin-nak a swing idősávú mozgását. Ez most már egy jó másfél hónapos struktúra, és egyelőre egyértelműen irányadó, alul folyamatosan tart, fölül is reagál rá az árfolyam és a medián körül is reagálni szokott, úgyhogy én ezt a szerkezetet, ezt az oldalazó konszolidációt tekintem jelenleg irányadónak a bitcoin piacán, ezzel megyünk neki a hétvégének. Köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem, hogy szeretitek ezeket a rövid kis reggeli bitcoin piaci összefoglalókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlessátok az árfolyam mozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben ez így van, akkor hétfő reggel tartsatok ismét velem, jövök vissza majd ilyen rövid reggeli videóval, addig pedig jó hétvégén, jó, heres, jó kereskedést és nagyon szép napos időjárást mindenkinek, innen folytatjuk hétfőn, sziasztok!